A hét első felében a sokszorosító grafikával ismerkedtek az idei palettat a művészeti tábor résztvevői, a hét második felében pedig az egyre színesebb festészeti világ tárult eléjük. Hétfőn és kedden például Móroc István grafikus művész foglalkozott a gyerekekkel, és ismertette meg őket a különleges technikákkal. Szerettük volna, hogy legyen egy bizonyos spektruma ennek a tábornak, hogy hasonlítson egy kicsit a klasszikus művésztelepekre, ahol nagyon sok mindent meg lehet tanulni. És olyasmik történnek, amik azért az iskolai foglalkozásokban nem nagyon férnek bele. Megvan ennek a felépített íve, ami a rajztól, az egyedi rajztól indulna el. A hét vendége még Kerti Károly György, akit az akvareljeiről ismerünk, a vízfestményeiről a tavalyi nyár során éppen itt a várban állította ki ezeket, pont akkor, amikor a tavalyi palettat a tábor is zajlott. Kiszínesedik természetesen a vízfestményekkel a képi világ, és a tájkép kerül a középpontba, a plener alkotás, a természethez közeli alkotás, kinn a tóparton zajlik a munka, a várudvaron zajlik a munka ilyenkor. Hogy még inkább kiszélesedjen, és még inkább haladjunk a grafikai, a kicsi technikák felől, a grand art, a nagyművészet felé, Kovács Lászlót, Gammellor Kovács Lászlót várjuk a táborba, az akril festésnek a technikájával. Ő táblaképeket alkot, a táblaképein jellegzetes városlabirintusokat, tehát ezek a tájak, ezek a ritmusok, ezek a szerkezetek továbbra is a Móroc István grafikáiból kiindulva azért itt vissza fognak köszönni, és talán a gyerekek a képek szemlélésének köszönhetően el tudnak indulni megint csak egy ilyen ritmusos, szerkezetes, a világ rendjét kutató gondolkodásmód irányába. Nyilván kiki a maga szintjének megfelelően, hiszen többféle korosztály van itt nálunk. A nagyobbodással kezdődik, és a hetedik osztályos a legnagyobb közöttünk, tehát igazából személyre szabottan kellene a különféle korosztályokkal is foglalkozni. Nagyon nehéz ezt itt megvalósítani. Alkalmazkodunk egymáshoz, segítünk egymásnak, a nagyok a kicsiknek, és akkor így valósul meg igazából egy nagyon jó csapatmunka. A Kuni Domokos Múzeum munkatársainak persze azon túl, hogy a gyerekek jól érzik magukat, fontos céljuk is van a táborokkal, hiszen a gyerekekkel így szerettethető meg a művészet. Hosszú távra tervezünk, tehát próbáljuk a legkisebb korosztályt becsábítani a múzeumba. Először még csak egy-egy ilyen tábor keretében, foglalkozások keretében, később viszont arra számítunk, hogyha felnő, akkor nem idegenkedik annyira a múzeum kvázi, vagy idáig olyan zártnak tűnő világától, hanem nyugodtan egy családi program keretében, akár többször, vagy ilyen rutinná válik neki az, hogy beszokik, bejár a múzeumba, és ott jól érzi magát.